megérkezett a háborús bűnösök második szállítmánya is. 18 áruló nyilas országrontó száll ki a repülőgépből. Amerikai bilincsből magyar bilincsbe teszik őket. Ez Csia Sándor, nyilas széktartó, vagy hogy hívták. Szász Lajos közellátási miniszter. Ez Bas Ferenc, a Volksbund áruló vezére. Vitéz Szakvári Emil, Gömbös volt titkára, Szálasi iparügyi minisztere. Pálti Fidél, a nyilas keresztes gróf. Íme Hein Péter, a Gestapo magyar spiónja. Hubai Kálmán, elvetemült apacsképe van előttünk, össze van láncolva a hírhedt Baki László államtitkárral. Berekti Berger Károly volt nyilas honvédelmi miniszter, aki Budapestet elárulta. Kolozsvári Borcsa Mihály, Szálasi sötét sajtófőnöke. Antal István, aki a propaganda és nemzetvédelmi minisztériumból uszította az országot a reménytelen háborúra. És Kis Ferenc, a nyilas idők felelőtlen pajácája, a méltóságos kamarai elnök úr. Péter Gábor vezérőrnagy aláírja az amerikaiaknak az átvételi okmányt. Ez alatt már szállítják a bűnösöket az Andrássy út 60 alá. A cella folyosón ebédre sorakoznak ezek a bitangok, szombathelyi vezérezredes, Fiala Ferenc sajtófőn, Rácz Jenő ördögi torz képe, Bas Ferenc a Volksbundi, Szakvári Emil, aki a magyar ipart tette tönkre Szálasi alatt, gróf Pálci Fidél Szálasi helyettese és kolozsvári Borcsa Mihály. Nézzünk az arcukba az elvetemülteknek, ebédelni mennek, de nem érdemlik meg ezek az istentelenek az Isten kenyerét. Nem érdemli meg Kis Ferenc sem, aki népszerűségével csalta a nyilasokhoz a tömegeket. Hiába színészkedsz, Kis Ferenc, ripacs könnyeidnek nem hiszünk. Baki László és Endre László, ez a két tömeggyilkos áll előttünk. Felelni fogtok gazságaitokért, sötét gonosztevők. Nézzetek egymásra, egy húron pendültök, egy lesz a sorsotok. Péter Gábor politikai rendőrfőnök megkezdte kihallgatásukat. Kolozsvári Borcsa Mihályt hozzák be. Eszeveszett vad módjára vetette rá magát ez a szakállas dúvad, a magyar betűre, a magyar kultúrára. Kiirtotta a szabad gondolatot. Vágóhídra küldte a magyar újságíró társadalom színe javát. Mágjára rakatta, papírzúzó malomba dobálta a világirodalom és a magyar szabad gondolat rengeteg értékes könyvét. Minden írást ki akart írtani, ami nem nyilas, és nem a németeket szolgálja. Borzalommal forduljunk el sötét emlékétől. Antal István, aki szerette magát magyar Goebbelsnek nevezni, ugyanolyan káros volt, mint náci kollégája. A propaganda és nemzetvédelmi miniszter úrnak nem volt drága sok százezer magyar vér, hősiesen uszította őket. És most gyáván dünnyög, sírásra görbült szájjal, férfiatlanul nyivákol. Álmatlanságról panaszkodik szegényke, aki milliók álmát rontotta meg. Vigyék vissza börtönébe ezt a kísérteties figurát. Baki László volt csendőrőrnagy és államtitkár, a deportálások egyik kezdeményezője, sok százezer ember halála terheli lelkiismeretét. Cinikus és megrögzött bűnös, aki ma sem bánta meg szörnyűséges tetteit. Százezrek átka száll fejére. Följegyzik vallomását. Most Hein Péter áll a politikai rendőrfőnök előtt. Bajuszt növesztett, hogy ne ismerjenek rá, hogy elbújhasson. Évekig titkos ügynöke volt a németeknek. Későbben szállította nekik a magyar közélet, a becsületes magyar politika, a munkás mozgalmak legjobbjai. Halálba küldte őket. Deportálásba, internálásba. Bilincsbe verte őket. Most az ő kezére rakják a bilincset, addig, amíg felelni fog bírái előtt. Kis Ferenc komédiás őméltósága most játssza el életének utolsó előtti szerepét. Utolsó szerepét a népbíróságon fogja alakítani. Ez a propagátor hatalmi őrületében topzódva szállította a magyar színházat és filmet a nyilasoknak, hogy azok a németek javára págerekkel, szeleckikkel, fedákokkal, murátikkal és vaszarikkal együtt ágyú tölteléknek adják oda fiaikat.
Berekfi Berger Károly vezérezredes gonosztevő arcától nem is lehet várni más, mint amit tett. Ő volt a nyilas hadügyminiszter, pocsékolta a magyar vért, írtotta az ifjúságot, árvákká tett és özvegyekké százezreket, gonoszul elrendelte Budapest céltalan védelmét a gigáci orosz erők ellen. Ha 100 élete volna, elég lenne a bűnöldésére. Nézzük ezt a csinos csizmát és a hozzátartozó fekete bricset. Hubai Kálmán, ez a politikai sejemfiú, ez a rothat lelkű kalandor hordja ezt. Csak a zöld sejemink, antanciak és nyilas karleddítés maradt el most mellőle. Alvilági hangjára, sátáni szerepére borzongva gondolunk vissza. Minden tagad, jegyzőkönyvek örökítik meg sunyi, férfiatlan, alattomos gyávaság. Gonosztevők jó kezekben vannak. A volt hűségháza, most a hűtlenek börtöne. Itt fognak megérni a népbíróság ítéletére.